A magyar kultúra napja nem régi ünnep. A legújabb köri történelem avatta ünnepét, és ezt az ünnepet közel az ünnepi nyilvánítás után pillanatútól kezdve Csepregen is megtartjuk. Hagyományaink vannak ezzel kapcsolatban. A korábbi időszakban a helyi közösségek bemutatóira került sor, néha-néha egy-egy külső szereplőbe, egy-egy előadóba. Ebben az évben úgy gondoltuk, hogy teljes ünnepé tesszük ezt a mai napot, és nem kérjük föl a közösségeket, a helyi közösségeket a munkára. Hogy kiteljesítessék az ő ünnepük is, ezért külső szereplőket, külső előadókat hívtunk, kértünk. Az a közös kincs, ami 1822. január 22-én megszületett, az minden magyar összekötő kincse, minden magyar megalapozó kincse. Isten, áld meg a magyart jókedvvel, bőséggel. Nyújts feléje védő kard, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hozz rá végeztenőt. Megbűnődte már a nép a mondat, s a jövendőt. Őseinket felhozák Kárpát szent délcére, átadják szép hazát, benne húznak vére. S mert szúrnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk hunság mezerén ért kalászt vengettél, Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél. Zászlont gyakran bántál vad török sáncára, s nyögte mátyás húshadát Bécsben büszke vára. Hallj, de bűneink miatt gyúlt harag kerületben, s elsújtál villám miatt a dörgő fellegedben. Most rabló mongol világ zúgattad felettünk, majd töröktől a rabigát pálaikra vettünk. Hányszor zengett ajkai oszmán vad népűnek, vert halunk csonthalmai győzedelmi ének. Hányszor támad, ten fiat szép hazán kevledre, s lettél magzatod miatt magzatod hambedre. Bújt az üldözött, s felé kard nyúl barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bércre áll és földbe száll, búcs kétség mellette, vérze lábaim áll, s lángt tenger felett. Vár állott, most ő hallott. Kedv s öröm röpkedtek, halálvörgés, síralom zajlik már helyettek. S ah, szabadság nem végül a holnap véléből, kínzó rabság könnye hull árvánk hő szeméből. Szánd meg Isten a magyart, kivészek hányának, nyújts felé a védő kart tengeri kínjának. Bal sors, akit régen tép, hozz rá víj esztendőt. Megbűnődte már nép a múltat, s a jövendőt. Tisztelettel fejlődően Kovács András, Csepregváros képviselőtestülete, Humánpolitikai Bizottságának elnökét, mondja el, hogy ennek kapcsán gondoltam. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplők, polgármester úr, intézményvezető. Mikor felkérést kaptam e nemes és szép napra, hogy mondjak néhány szót önökhöz, felmerült bennem a gondot, és sokat töprengtem, hogy érdemes vagyok-e erre. Szabad-e, és mit mondhatok-e szép napon, himnuszunk születésnapján, amely immár a magyar kultúrája is. Aztán, hogy teltek múltak a napok, készülve a mai estére, egyre jobban erősödött bennem az az érzés, hogy szabad, sőt kell beszélnünk kultúránkról, egyre szélesebb körben. Meg kell ragadnunk az alkalmat, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek,
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Számvetést kell készítenünk, hogy mi módon kell a ránk és örökségünkkel felelősséggel válni. És ezt tovább kell adnunk az utána következő nemzedéknek, annak a nemzedéknek, amelynek nevelésében óriási a szerepünk. Hiszen nekünk kell az értékes mintát felmutatni, hogy a kultúra értékeit becsülni kell, hogy a törvényei szerint kell élnünk, és tanulságait érvényesíteni kell. Mert ez a kultúra nem csak tudást, műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is. A művészetek nem létezhetnek az érteni, élvezni és művelni képes ember nélkül. Értő közönség nélkül az alkotás, a könyvek, a hangversenyek, a színházi előadások elvesznek, vagy létre sem jönnek. Meg kell becsülnünk alkotásainkat, tárgyi értékeinket, vágyainkat, épületeinket, amelyek értékes emlékei, lenyomatai az elmúlt koroknak. Mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni a múlt és a jelen műalkotásait, könyveit, festményeit, szeneműveit, őrizni, védeni kell nyelvünket, mint a kultúránk legfontosabb hordozóját. Csak múltunk és jelenünk kultúrájának védelme, az esélyek megteremtése biztosítja azt a lehetőséget, és adja azt az erőt, melynek segítségével megbírkozhatunk az értéktelen, önmagát kultúrának álcázó művekkel és termékekkel szemben. Legyen velünk Csokonai, Madács, Petőfi, Arany, Jókai, Gárdonyi, Erkel, Liszt, Bartók, Kodály, Munkácsi szellemisége, mozgósító ereje, hogy a közműveltség az élet minőségét jelzőként vonuljon be a köztudatba. Hiszen, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy ezen alkalommal köszönjem meg mindazoknak a fáradozást, akik bármit is tesznek annak érdekében, hogy a magyar nép megőrizze nyelvét, értékeit, legyen az tánc, próza, zene vagy műalkotás. Külön szeretném megköszönni a csepregi alkotóközösségeknek azt, hogy helyben, szülőföldünkön áldoznak szabad idejükből annak érdekében, hogy továbbadják nemzeti értékeinket. Kívánom, hogy a mai nap legyen számukra is ünnep, és tudják, hogy amit tesznek, azt nemzetünknek szolgálja. Köszönöm a tisztelőt. Ő
az Őrnagyot, aztán az illatszertárban Siposulat és a Trunger könyvében volt. Most a következő verssel engedjék meg, hogy emlékezzünk azokra a csepregiekre, akik a csepregi kultúra meghatározó személyiségei voltak, és ma már nem nekem. Őnek is szól, őrájuk emlékezik, Kosztolány Halotti Reszke című versének elmondásával Szabó úr. Látjátok felé, egyszer meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szín, a mi szívünkhöz közel áll. De nincs már. Akár a föld. Jaj, összedőlt a késsel. Okuljatok mindannyian e példány. Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él, s mint fánserő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek-e főt, ez összeomló kedves szemek. Nézzétek, itt e kéz, mely a kimondhatatlan köbbenész kővé mevedve, mint egy erekje, s rá égírással van karcolva ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette. Ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet most a nepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe len, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék. Vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott telefonát, és szőtte álmát, mint színes vonát, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresetedőt, nem lehet hiába, se itt, se Popföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő nem. Többé soha nem gyújt ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündél szerencse, hogy egy csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermet néma szobra. Nem kelti föl se könyv, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon. A szülőföld jeles alkotója Sütő András. Anyám könnyű áldott ígért című művéből hallhatunk részletet Szabó Tibor. Puszta Kamarás, a falut, amelyben születtem, háromnegyed részben románok, negyed részt magyarok lakják. Az egésztől kaptam útravalóra a gyermekkor élményvilágát, a negyedrésztől a küszködő nyelvet, e színes bóját a vizek hullámzásában.
Akármilyen bőven is számolom, alig 150 főnyi közösségből tanultam a magyar. Olyantól, melynek balassia, csokonaia, aranyjámosa, nyelvújítója és nyelvcsősze a mindenkori tiszteletes úr volt, régi fegyvertársaival, Károli Gáspárral és Luther Mártonnal, kinek zsoltár klapanciái fújtok minden vasárnapon a templomban, így énekelgetve, ha nem is nyertük el a feltámadást, a hozzávezető legrövidebb utat, a kihalást elkerültük. Egy szambazsák tetején enyedre kerültem a híres Petter kollégiumba tanítójelöltnek. Ott a boltíves kapu alatt egy Sánta pedelős fogadott engem, majd Vita Zsigmond, kultúrhistóriák tudós doktora, a könyvtárban pedig Móri Zsigmond, Így és Gyula, Veres Péter és Tamási Áron. Előttük levettem a sapkám és jó hangosan bemutatkoztam. Te miért ordibálsz úgy, mikor kérdeznek? Fölmet rám egy 700 bajszú felügyelő tanár. Otthon nincs süketek vagyok? Reformátusok! Vágtam hozzá a hangom, amit ő úgy láttam, meg is tántorodott. Hányan vagytok? Egy vékonyabb templomozásra való. Hát a többi, amitől az Isten tisztelet vastagabb lehetne, a többi szerteszélet. Ezzel a hittérítő hangoddal akarod összeszedni őket? Ha lehetne, elindultam meg a vigyázállásból. Ha netán püspök óhajtanál lenni. Tudd, hogy itt Erdélyben a reformátusok 800 000 vannak, és 1 millió katolikus, unitárius meg mérgő. Püspökön zavartam. Ekkor a gyülekezetről annak előtte nem volt tudomásom. Az elemi iskolában osztálytársaimnál hamarabb tanultam meg a betűvetést. A simogó palatára fölé hajolva ebéd közben, és mámarosan rúgtam a szavakat, úgy éreztem, mind a hányal egy-egy titkos infektív. A magyar irodalomba tévedve föl kellett figyelnem valóságos helyzetemre, miszerint nem erdőbe, hanem pokorba születtem. Az anyanyelv tirit darabjai közé, ahol minden, amiből a legkisebb költőnek is föl kellene ruházkodnia, csupa maradvány, fortnak való, szalagrég, elhullajtott kaza. Téli estéken aranyi tortillát tartok ébren, azzal a döbbenettel, mint mikor a szivaháról hátalra esve szavamat vesztettem. Nem ismerik a nyelvünket. Kezdett csajogni bennem a felismerés. Újra meg újra visszatértem tortihoz. Nyelvünk erdőzúgását hallottam benne. Miután végigborzottam a réti farkasokat, és Bence hűségében apára ismertem, miután karizmaimat a Miklóségban összemértem, azzal kötött le 10-szer is, beszélni tanított. A lehetetlen sajogó kísértéseit éreztem, fölszippantani szavanként az egészet, utolsó jelzőjét is eltárolni az üres kamrába. Az uradalmi gyümölcsökben szabadulva kapott így el a vadmohóság, a tatárkodás fosztogató ösztöne, leszaggatni, ing alá rejteni, kabátújban, nadrág szárba dugdosni, ágastól tördelni mindent, amit lehet, hazarohanni vele, föl a padlás sötét zugába, zaválni, gyomorrontási, fogvásási, állapocsa zsibbatási. Arany János modorában írott versenyben írkalapra sokszorosítva, a címterem környékén áthegyre tűzve, bomba alá rejtve kezdtem terjeszteni. Másnapra mindig eltűnt a csalétek, valószínűleg a kapiliány miatt. Valaki, röpcétul a szorja, mondta egy idő után a Román Sánta segédjegyző. Mivel a szomszédunkban lakott, velem fordítatta le az ugyancsak fél lábú hexameterek. A versek nagyon szépek, mondta. Nincs bennük politika, nem veszélyesek. Arról tudósítanak, hogy valaki megvalósult. Azon a nyáron egy királylány is a segítségemre jött. Éva kisasszonyra szólítottuk, a vasárnapi iskolai mozgalom keretében népdalokra tanított bennünket. Egy hétre rá, hogy megjelent, már zengett a falu, mint egy óriási hangszer. Vadonatúj hangon összeülelkezve, valamennyi utcán végig kérkedve fújtuk, hogy a csitári hegyek alatt régen leesett a hó. Hol vannak a csitári hegyek? Senki se tudta, de nem is volt fontos. A pázsikra hasalva, állunkat és figyelmünket felpockolva hallgattuk Éva kisasszony tanításait. Találós kérdést, balladát, Bartók és Kodály gyermek alatt.
gyönyörködtünk a lelkünkre szabott új ruházatban. Mikor nyár végén elment, a királylány felfedte magát, László Dezsőnének hívták. Más esztendőben nem jött vissza, és azután sem. Bartóknak, valamint Kodálynak is az volt egyetlen látogatása, puszta kamarása. Márnak sem ismerik őket. 7 gyereket kérdeztem meg, és 8-an rázták a fejüket. Nem tudják, kik lehettek ezek az emberek. A Bartalis urat azt ismerik, annak volt egy favágógépe. Éva kisasszony dalai azért, ha csak részben is megmaradtak, mint az évelő növény. Szintén színészként tevékenykedik. Szombathelyen született 1989-ben. Ezen a településen élt a gyerekkorát, ebben a házban. Aztán, ahogy felnőtt, elengedtük saját szárnyaira. Celldömölkön él ma, a celldömölki Solti Színház színésze. A hívószóra hazajött. Közös felelősségünkről, közös tennivalóinkról szól egy olyan versben, amit Peterdi Pál alkotott, Kürti Lajos egy kicsit átformázott, és a zene behogy mi atyánk. Zijelnicki Dóra következik. Mi atyánk? Vagy a mennyekben? Mert mondják így is, mondják úgy is. Én már nem tudom, hova legyek. Egy időben azt tanították, hogy Isten az egész világra és a mi mennyei atyánk. És én mondtam, hiszek egy Istenben. Aztán más időben más tanítottak. Én azt is elhittem. Elhiszem talán még ma is. És innen. Most feleletlen fővel és pucérlélekkel hozzád fordulokra. Mert tudom, én félek. Itt azt mondják, te 6 nap alatt teremtetted a világot. Ott azt mondják, úgy is néz ki. De ebben nincs igazuk. Mert akár így, akár úgy, ez a világ az ő kivatalára. Első napon mondták, legyen világos. És önvilágos. És 6. napon mondták, legyen ember. És ő ember. Megalkottad az embert, Uram, egy nap alatt. Hiába mondják, olyan is, azért ez nem csak is. És ezt az embert, Uram, el akarják pusztítani szintúgy egy nap alatt. Nem a vizet, a fényt, a fát, a napot, az erdőt, hanem az embert. De mit ér a víz, a fény, a fa? Mit ér a nap, ha nincs hozzá ember? Uram, itt valami hallatlan biztosat fújik. Itt Isten játszanak a tenedetben. Néhány szélhámosat te tudtod és a mi behelyezésünk nélkül. Hiszen tiéd az ország, a hatalom és a bücsőség. Uram, én félek. És félelmemmel hozzád fordulok. Mert most együtt sírunk és együtt nevetünk. Te Uram a fő és én a komédiás. Mert mondd el, teremtsünk embert, ami képünkre és hasonlatosságunkra. És mi mondtuk rá legjobb, teremtsünk Istent, ami képünkre és hasonlatosságunkra. És megalkottunk magunknak az idővajonnal, a szeretetünkkel és a fantáziánkkal. És nem mennyüveget hajigáló Zeusnak alkottunk meg, nem villámokat szóló Lucifernek alkottunk meg, nem a romlás kegyetlen Jehovának alkottunk meg, jóságos Atyának alkottunk meg. Akihez bármikor, bármivel fordulhatunk. Aki mindig segít, de legalábbis meghallgat. És így minden mindjárt kicsit könnyebb lesz. Mi lesz veled, Uram? És mi lesz velem? Mert ebben a dologban aztán együtt vagyunk mindannyian. Ha nincs beosztott, nincs főnök. Ha nincs tanítvány, nincs mester. Ha nincs ember, nincs Isten.
Mondd, nem tudnál valamit segíteni, hiszen nem vagy te a romlás Isten. Mondd el, bontsátok le a templomot, és én harmadnapra fölépítem azt. Ez szép. De ne hagyd, hogy elbontsák, mert hiába a templom, ha nincs, aki imádkozik, hiába a bor, ha nincs, aki megírja, hiába a mező, ha nincs, aki megműveje, és nem azért alkotál te embert könyvből és sárból, csókból és napsugárból, hogy ne maradjon más belőle, csak egy árnyék a minden falá. Uram, én félek. Nézd, magukra fogom szívemet és fölemet. A dolgok megmaradnak, de nincs már rányom a dolgokját. Nézd, Uram, én már nem a bánt akarom fogni, csak az édesanyák kezét szeretném. Nézd, én már nem a térbe vetített televíziót akarom megvárni, csak az unokáim szeretném. Olyan sok ez, Uram. Hát ki segíthetne, ha mentek, aki érz és uralkodó, amit van kifelett. Szóval remélem, hogy most és mindörök. Kárpát-medencében, vagy szerte a világon. Egy nyelvű, egy kultúrájú, egy gyökerű és szerte ágazó nemzetünk van. Egy másik jel, a tánc jel ismerete is összeköt minket. Hegyfalukból hívtunk táncsoportot. Engedjék meg, hogy mielőtt színpadra lépnének, őket is bemutassam. A Hánsági Táncsoport 1998-ban alakult Hegyfalun. Akkor még a Széchenyi István Általános Iskola keretein belül. A csoport neve is innen ered, hiszen H, mint hegyfalui, általános, mint általános, A, iskolai néptánc, N és csoport C. De ma már ezt önök majd jól fogják látni. Felnőttek ezek az általános iskolások, egyre több közöttük a középiskolás, sőt az egyetemista, aztán a dolgozó ember. Kezdetben Vörös Ágnes tanítónő vezetése alatt tevékenykedtek, 2001-ig, majd Tamás Tibor vette át a csoport vezetését és a koreográfusi tevékenységeket is. 2010-től az új vezető Somogyi István és Pálfi Zsuzsanna lett. A csapatnak jelenleg 20 aktív tagja van, szerveződött egy utánpótlás csoport is, ahol 10 táncolnak. Ők a Kis Háncs nevet vették fel. Az ő vezetőjük Somogyi Zoltán és Pálfi Zsuzsanna. Falunapokon, községi, városi rendezvényeken, folklórfesztiválokon, ünnepségeken szoktak fellépni. A mai műsorban Vasi, Somogyi és szatmári táncokat mutatnak be, ráadásként pedig valami olyan érdekességet szeretnénk itt a Csepregi Művelődési Ház Színház termében megélni, ami tényleg nagyon-nagyon összekötő, mindannyiunkat erősítő zöld erdő tánc. Azt gondolom, a Farkas Sándor Egylet tagjai és a fiatalok is kaphatók lesznek majd egy közös táncolásra. A színpadon a hegyfalusi Hánc néptánc csoport következik.